Megint elérkezett az idő. Megint itt vagyunk. Megint itt tartunk. Hogy be kell jelentkeznem egy fináli epizódhoz. Már hányszor meg kellett ezt tennem? Hány GTA-nál? A San Andreas-nál szívem szakadt meg. Hogy a utolsó részre kellett adnom. Vice City. GTA 4. Epizódsz, ami játék City. Lost and Lemnet GTA. És megint vagyunk a GTA 3 fináli epizódjánál. Nincs mit tenni. Nyíljuk ki Katalinát. Az utolsó GTA 3 szériás főboszt. És ezért kellett a tank. Jó van, Kevi, jó van. Ülj le egy is. Ezért kellett a tank. Hogyha minden jól alakul, és nem spannolják el a tankot, akkor legyőzhetetlen leszek utolsó küldetésben, de ha eltüntetik a tankot, akkor meg ott tegye meg a fekete fene. Na mindegy, gyerünk Katalinához. Ami ugye a harmadik szigeten van. Az a baj, hogy nem lehetett betenni ezt a tankot a harmadik sziget garázsába. Áj, de kár. Pedig olyan úgy elterveltem, komolyan mondom, egész éjszaká azon agyaltam, hogy hogy lehetne egyedül megoldani ezt az utolsó küldetést. Mert kicsit nehézkes küldetés amúgy ám ez. Vagyis nekem, számomra. Nem akarok többet számon beszélni. Egy kicsit felgyorsítom itt a ütemet. Jó van, jövök Katalina, jövök, készíts be az sütit. Ha, te mocskos kurva. Katalina a legnagyobb, nem a legnagyobb ribanc, de azért benne van a top 3-ba. Hülye, minden megtettem érted. Na mondd, Jézus! Esküvő Las Vegasba. Minden. Jó após. Minden. Elárultál. Nyakba lőttél. Bocsak. Miért? A kolumbi kartelért? Mert nekik bikkojóneszuk van? Azért? Jó van Katalina. Akkor ástad meg a gördödet, vagy akkor izé. Értitek? Na. Katalina, te is érted. Meg járdi. Az izé. Büdös. Nem mondjuk csúnyát. Az kellett. Katalina, az kellett. Jó. Ah. Itt az idő. Vége lesz. Ha megöllek! Vége lesz. Jó. Odaérünk már még ma? Jaj. Nem akartam a... Ó, nem áll. De ha eltűntetik a tankot, akkor én csúlya verekedésre rendezek. Young man. Hát igen. Búcsúzunk Young man-től is. Nem akarom, hogy a fináli epizódok mindig ilyen búcsúzkodós legyenek, úgyhogy nem búcsúzunk. Ez az első rész a GTA 3-ban. Hello, sztok, itt GTA Norby, első rész, GTA 3, még lesz vagy 20 rész. Úgyhogy gyerünk. Katalina adja első missziót, meg kell menteni egy szépséges lányzót, Mariát. 500 ezer dollár ide megéri, mert kb. Olyan, mintha a nagy sárkány győznek le Marióba a királynőért. Nagyon meg fog érni, Maria igazi rendes háziasszony, soha nem csalna meg senkit. Szálvatort is csak azért hagyta el, mert ugye a öreg meghal szívinfarktusba. Már lőnek innen. Na most kell gondolkodni. Meg eddig is ki. Hogy hova tegyem a tankot? Kb. Ha ide teszem, akkor nem spannolja, vagy nem tüntetik el, de eltüntetik. Jó. Most a soha. Gyerünk, Katalina. A csere. Vágó, el. Nyertem a skandinálottól. Hármason volt. De az nem nyer. De mik ezek a hülye hangok? Donald! Itt hagyta azt a hülye hangot. Nincs nálam fegyver. Csak ott van balra egy, vagy jobbra egy kibaszott tank. Mennyi. Jó, aztán akkor... Hanyas fizet? Mondd, hogy nem fizet. Ó, ott az izé. Na mindig. Katalina, baby. Did you turn up to rescue Maria or to get me back? Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are. Plastika is volt. Throw over the cash. Nem is dobta egyes. Mhm. 500 ezer dollár, Cloud. Ez igen. But you haven't learned. I'm not to be trusted. Ne. Amúgy rájöttem Cloud logikájára, ügyes gyerek ez a Cloud amúgy. Nem Mariát akarja megmenteni, csak így jutott Katalina közelébe férkőzni. Én voltam hülye, hogy azt hittem, hogy Mariát akarja megmenteni. Jó van, Cloud. Tudtam amúgy téged, ilyen emberi kapcsolatok nem érdekelnek.
Hát kinyírod már még anyádat is. Jó, hogy kinyírtad. Jó, szerintem ennyi uzzi. Nem akarom elhúzni az időt, szerintem ennyi uzzi bőven elég a pár kolombiai legyőzésére. Úgyis van egy kibaszott talkom. Jó, még felveszem a rejtett csomagot, mert nagyon fontos, hogy jutod az a küldetésre. Jaj, ne, Máriát megviszik. Jaj. Jó, jó, jó. Jaj, itt úszkáltak Katrináék, még annó, mikor még meleg volt, mikor még nem volt, nem fagyott be a medenci. Na, tank, tank, eltüntették a tankot. De miért tüntették el a kibaszott tankot? Hogy kapjanak infarktust. Nem hiszem el, elcseszték a játékomat. Ennyi, mi ez, még izé Obamános egy ilyen helikopterja. Jó. Így játszó játék. Akkor játszunk. Let's play. Engem nem. Velem akartok kicseszni? Velem? Aki már majdnem 10 év GTA-zik? Velem? Jó van, akkor csesztetek ki. Ilyen barmok, köcsög, seggfej, ládák, seggiházi, taknyos köcsögök. Csesztetek ki velem, basszádok meg. Csesztetek! Gyerünk! Na, meglátsuk, kicsezik ki kivel. Ha ide tettem volna azt a retkes pétriótot, a golyóálló, ré, bocs, Vice-ti. Akkor még golyóálló pétriótól is tudnék jönni. Na, na, filozofáljunk. Át tudok menni Stewtonra 5 perc alatt és még vissza is? Nem. Nem. Nem lesz akkor ré golyóálló pétriótja. Próbáljad, akkor majd csináljátok meg ti úgy a végigjátszást. Akkor Pétriot, Pétriotot kell idehozni a harmadik szigeti. Hol kell itt át? Azt nem hiszem el. Ide a... Azt tudom, hol vagyunk. Na. És akkor golyálló Pétriot is kb. Ugyanaz, mint a tank. Még gyorsabb is. Ah, így kellett volna. Azt a rohadt. Jó, hát eltüntetnék a Pétriotot, de... Hiá, ott tegyem a... Kiderget. Na, jó, hát akkor így csinál meg. De hát a játék ki akart volna cseszti, jó van. 4 percünk van, gyerekek. Ájjáj, azt még be kéne... Mi a jó Isten volt? Be kéne... Még jó, hogy nem azt csinált a játék, hogy kövesd a helikoptert, azt akkor, hogyha elmegy a helikopter, akkor mission fired. Még jó, ebben rendes volt a játék. Nem tudom még, hogy csinál meg utolsó követés, srácok. 4 percem van, és akkor Mariana befellegzett! Jaj! Micsoda trauma! Jaj! De hiányzik most a golyóálló Pétriot. Ugye megmondtam? Jó van már én. WC-k hogy állok Miami-ba? Ah, ezt nem így kellett volna. Kanikonja. Na, itt vannak a víztározónál, lopják a vizet. Jó van, jó van. Mi van, csak ingol, zsingja? Mert ezért volt jó a rejtett csomag összegyűjtése. Nem bátor. De ezzel mit csinálnak itt? Ide nem lehet már jönni. Milyen nyomorékok. Itt van egy tárcsos, de ez se kell most nekünk. Hello. Amúgy lehet a kocsit nem kellett volna szétlőni. Lehet a bal simán nem fogja bírni a stopát. Általánál még? Máma. Far Cry 3-os tárcsős tudásom. Ó, de jó, hogy végtelen. Most nem végtelen, de nem csak 5 töltényem van a tárcsősbe. Profi vagyok. Azt hittem Katrinát le lehet lőni. Jó, ott vannak a helikopternél. Lehet át kéne szállni ebbe a flatbeatbe. Szállj a fekete... Jézus! Nem! Columbia Carter! Áj, de... Fura... Olyan érzékeny ebbe a lövöldözés, hogy ezt nem hiszem el. Na, eltaláltam valamit. Lehet a Patriot-tal vissza tudtam volna élni. Piros hordó! Piros hordó! Akkor hello. Na, szerintem már nem ér senki, úgyhogy úzzit elő!
két perc. Dün, 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 dün. Hey! Nem már fel a obamás helikoptert a levegőbe. Jó. Ja, ott volt még egy kolombikátás, na mindegy. Change a Ringo, azt a rohadt! Change a Ringo! Anyádat! Anyád! Azt a kurva! Ne! Túléltem! Jó? A lángszoros kéne elintézni. Jó? Még van egy gépfegyveres. És jön a helikopter, lőni fog, vagy se rombantani azt a rohadt! Jó, túléljük! Nem bukhatok el utolsó küldetésben. Hol van? Meghalt ő is? Ott lenni kéne még egy fegyveresnek, nem? Nem, meghalt. Oké. Van rakétám? Nem tudom már. Nem. Visszajön a helikopter! Maria! Vonsz oda! Hülye! Ribasz segged ide! Gyerünk! Come on! 14 szíva van! Maria! Túl kell élnünk! És jön a helikopter! A végső harc! Katrina! Ezt mindenért! A bosszú sosem felejt! Hülye! Segfej! Ribasz! Kurva! Véged van! A golyom kőkemény! Ez nem tudom, hogy... Csak most kezdek felébredni, vagy felészelni, mert be voltak rúgva tenni a részben. Salvatore-nek is ezt mondtad? Hát már olyan agyad, mint a szivacs. Ó, Perezébe húzódtak, az csak a Gatorade után. Ó, kárbe jól lehetett látni, közben egy grill lesztő is. Egy kicsit a füst eljött a helikopter roncs füstje, de jó, majd de kicsit leégett a hús. De majd a gyerek meg ez itt. And still no leads as to the cause of the massacre. De milyen lazán elsétálnak? Hol a rendőrség? Hol a CIA? Hol a FBI? I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Most azt nem lehet tudni, hogy most Maria meghalt-e. Mert pofázod, de egy shotgun lövést lehetett hallani. Hát remélem Cloud kinyílta. Ezért érdemes ott megmenteni. Remélem $500,000 visszakapom. De mondom, nem az volt, nem Maria cél volt, na, nem a Maria megmentése volt a cél. Katarina. És azt hiszem, hogy vége a GTA 3-nak. És hát, 100%-ig nem vittem ki. De ezt most kinyomom, mielőtt valami copyrightot kapok. Ha ki tudnám nyomni. Ó, na, így már jobb. Na. Szóval... Jelenleg ott tartunk, hogy nincs GTA. És nem lesz GTA a csatornán. Ugye... Vice City ki van véve, San Andreas ki van véve, GTA 4 ki van véve, Episode 3 Reality City-zek ki vannak véve, GTA 5. Na hát, azt mondom videón ugye nem tudom... rendes FPS-sel működtetni. Lehet gyűjtenem kéne akkor másik alaplapra. Hogyha alaplap nem segít, akkor... Na mindegy, hosszú. És hogyha meg lenne, ha tudnám korrigálni ezt a gépet, vagy akkor vagy gyűjteni egy másik új gépre, de hát ott el kéne meg dolgozni. Na mindegy. Akkor lenne Liberty City Stories és Vice City Stories is, akkor már emulátor tudná rendes minőségben futtatni, videózáson felvétellel. Meg hát kb. Olyan videókács is kéne, ugye, ami már automatikusan használja a videó felvevő programját, vagyis akkor nem kéne a Fraps, nem enne meg semmi gigát, meg semmi erőt nem venne el. És akkor lenne Storiesok, lenne GTA 5, de GTA 5-öt szerintem még hanyagoljuk, mivel most annyi végigjátszás a GTA 5-ről, hogy ezt jól elmondom. Jelenleg még a csatornán üzemeltetem a Sleeping Dogs-ot. Far Cry 3-at is végig kéne már vinni. Hú, gyerekek, már január óta csinálom. Mi van még? A Sims 4,
De az mondom, az csak ilyen hetente egy videó. Max pain, az is eléggé ritka. Valamit elfelejtettem most, az biztos. Gondolkodok. Majd mindjárt eszembe jut. Az nem Cloudot? Na mindegy. Ja, hogy a GTA 3 után kérdezitek, hogy lesz-e új végezés. Jelenleg szerintem nem. A Sleeping Dogs-ot tettem be a GTA 3 új, vagyis a helyére, de hamarabb elindított a Sleeping Dogs-ot. Nem bírom kiválni. De mondom, jelenleg szerintem a csatorna GTA nélkül marad. GTA 1-2, azt nem hiszem, hogy játszanék vele. De mondom, attól még nem halt meg a csatorna, ahogy GTA nincs rajta, hát... Ha úgy csinálnak, mint a Need for Speed, a Electronic Arts, a Ubisoft ugye, a Assassin's Creed-ekkel, hát akkor egész évben lennék a GTA-k végigjátszása, mert minden évben lenne GTA. De milyen minőségben? Ugyebár. És nem kell elsietni azokat a GTA-kat, mivel szerintem 3-4 év múlva, 4 évig nem lesz új GTA. Tehát, jelenleg GTA-s játék van a csatornán, ugye a Sleeping Dogs, és szerintem nem mindig lesz egy GTA-s játék a csatornán. Ez nem fog múlni, és lesz természetesen új végigjátszások. Tervezek Fahrenheit helyt végigjátszást is. Szerintem sokan ismeritek. És igen, igen. És ne korrompoljál már Quasimodo! Hogy lehet kinyomni ezt a videót? Na. És igen, kb. Ennyi. Na. Hol vagyok? Ja. A harmadik szigeti házunknál. Ó, és a kolumbi kartelkocsi megmarad. Ez megmarad ugye? De hogy a tankot azt eltüntették, ajj, de ez köcsög játék ez. Na mindegy. Ez volt a első 3D-s GTA, és ezért imádni való, de amúgy... Én a Vice City San Andreas-t jobban szeretem. De nem feledkezzek meg arról, hogy ez volt tényleg az első hátulnézetes 3D-s GTA, és nagyot köszönhet a sorozat ennek. A GTA 3-tól nőtt fel igazán a sorozat, és voltak eléggé idegesítő szokási GTA 3-nak, mindegyik GTA-nek van idegesítő szokási, de szerintem ez egy igazi örök klasszikus, minden GTA fannak a ki kell vinnie egyszer legalább. Innen kezdődött a GTA. Ha ez nem csinálták volna meg ezt a játékot, nem lenne GTA Normi. Most GTA Normi lenne? Csak nem GTA Normi lenne a neve. És akkor elképesztő, elképesztő. Lehet, hogy most én lennék most 8 éves, akkor én nem hallgatnám, hogy mit dumál ez a köcsög, és nem érdekelne ez a játék, mert nem jó grafika, meg idegesítő játék, meg annyira nem jó küldetések vannak benne, nincsen ruhaból, nincsen konditerem. De én 2006 novemberében 2006 novemberében ismerkedtem meg a GTA 3-mal, akkor még integrált videókártyámon Celeronos processzor, 256 MB RAM. És én saját eleinte nem játszottam, mert mondtam már ezt, tehát féltem a játéktól, vagy nem is tudom. És utána kezdtem el játszani, magába szippantott, utána megrett a Vice City, már egy hónappal rá. Az, gyerekek, Vice City varázsa. Mondjuk Avery Corrington helikopteres, távirányítós helikopteres épületrobbantós küldetésénél lement a varázsa, jócskán, de utána 2007-ben azt hiszem megjött a San Andreas. Hú, klasszikus, klasszikus. Utána új gépre gyűjtöttem, hogy GTA 4-gyel tudjak játszani, de hát tudtam játszani, de olyan portot kapott az a játék, hogy na de, és mostan most már gyűjtük arra, hogy videóval fel tudjam menni a GTA 5-öt nektek, mert egyszerűen a fenomenális játék az is. Összes GTA. Hogy kiadnának évente a GTA-t, akkor én nem lenne jó a GTA, mint a Assassin's Creed. Na, bocsássatok, Assassin's Creed fanok. Elnézést. Kicsi, én egy éve, jó, nagyon elterelt a témát. Egy éve nagyon rá voltam kattanva Assassin's Creed-re. Én Assassin's Creed 3-ot nagyon szerettem. A 4-et is, még a Rogue-ot is játszottam a Unity-val, és most jön ez a Syndicate, nem kell évente GTA, nem kell évente, inkább hogy legyen az a 4-5 év, váljuk meg, jön majd a GTA 5-nek a DLC-je is, és akkor minden jó lesz,
Még valamit akartam mondani. Valamit akartam még mondani. Szóval... elmentettem a játékot? Nem, akkor gyorsan elmentem még. Nem akar, nem tudom, van, elfelejtettem, mit akartam mondani, pedig fontos lett volna. Nem tudom. Szóval vetsük meg ezt a játékot. Nekem még mindig klasszikus, örök klasszikus marad. Egyszerűen szerintem ezt a játékot nem lehet elfelejteni. Nem a G2-t, a jobb a G2-t. Nem kell, nem lehet viszonyítani egyik G2-t a másikhoz. Mert nem ugyanakkor adták ki. Ez a játék. Ez a játék 2001-ben a PS2-re meg Xbox-ra, nem tudom, de ezt arra is, de azt lehet később. Ki volt adva? 14 éve. Nem lehet viszonyítani G2-höz. Na. És szóval szerintem búcsúzok, mert elértem a végső mentési helyhez. Szóval búcsúzok innen Liberty City-ből. Nem tudom, hogy a GTA-k hogy fognak alakulni a csatornámon, majd értesítek titeket. Ja, mert elmentem a játékot természetesen. Ha esetleg kell a mentés, valakinek a GTA 3-os, akkor szóljon. És akkor majd elküldöm. Szóval, hát viszlát GTA 3 szériás Liberty City. Sziasztok. És hamarosan újabb videókkal örvendeztetlen meg titeket. De ez a történet ma, most lezárult. Sziasztok!